Halló, halló, jó reggelt mindenkinek! Üdvözöllek benneteket kis családias létszámban, de a kemény mag továbbra is itt van, úgyhogy üdvözlöm itt Milánt, aki egyébként a stream után át is fog hozzám jönni egy kávéra, vagy még lehet, hogy ebéd is lesz belőle. Alexát is üdvözlöm, Krisztit, illetve Viktort, hát tényleg úgymond a kemény mag. És hát ugye a címben láthattátok, hogy így szeretnék ma beszélni nektek egy kicsit a Fotós Leszek klubról, bár tudom azt is, hogy azért a jelenlevők egy jelentős része már egyébként klubnak, úgyhogy nem csak erről akarok azért beszélni, meg, meg olyan adást szeretnék ebből kikerekíteni, hogy azért a meglévő klubtagoknak se legyen ez azért unalmas. Hétfőn volt egy webinárom, nem tudom, hogy jelen voltatok-e. Egyébként 200-an voltatok, ami Szerintem elég komoly 500-a jelentkeztek a webinárra. Ugye ez arról szólt, hogy miként én meg a fotózásból. Erre készítettem egy prezentációt, és egy ilyen másfél-két órás előadás keretében így összefoglaltam azt, hogy szerintem mik is nagyjából a legfontosabb dolgok ahhoz, hogy megélhess a fotózásból, vagy egyáltalán jobban élj a fotózásból. Így a visszajelzéseitek alapján az jött le, meg azokat írtátok, hogy nagyon élveztétek, jó volt. Szerencsére itt a fotózása a kezdő fotósoknak szóló webinárom is nagyon népszerű volt, tök jó visszajelzéseket kaptam, és akkor ennek apropójá jött, hogy akkor ezt érdemes lehet folytatni, és akkor megcsináltam ezt a második webinárt, a Miként meg a fotózásból címmel. ha esetleg nem láttad, lemaradtál, vagy csak félig láttad, akkor amúgy a YouTube csatornámon még meg lehet nézni, de ez limitált ideig lesz, Úgyhogy jövő hétig még nyilvános ez a link, és utána el fogom hajdolni. Úgyhogy ha lemaradtáról, akkor szerintem mindenképp nézd meg, mert egyrészt ez ingyenes, másrészt meg tényleg én sokat dolgoztam vele, és sokszor fizetős előadások keretében szerintem nem hangzik el ennyi tudás. Eléggé szemfeltáró volt, hogyha ott voltatok, akkor amúgy tök jó lenne akár beszélgetni róla így személyesen, mi az, ami nektek a legjobban tetszett, mennyire volt értékes, mennyire volt úgymond klisé, mennyire adott újat. Nekem egyébként a legizgalmasabb része, vagy talán a hát a legszemfeltáróbb része az az volt, amikor ugye arról beszéltünk, hogy mennyit is kell fotóznia egy fotósnak ahhoz, hogyha mondjuk egy kitűzött árbevételt, éves árbevételt el szeretne érni, meg is nyitom akkor itt közben ezt a táblázatot. Beszéljünk egy picit róla, vagy legalábbis megmutatom, mert szerintem ez egy olyan, olyan része volt az előadásnak, ami hát nem tudom, szerintem sokaknak kikerekedhetett a szeme és hát ez csak egy papírformán leírt történet, úgyhogy, úgyhogy nem, nem én módosítottam itt az adatokat, hanem sajnos így ez a, ez a, ez a valóság. És közben egyébként üdv Jánk Balázsnak, majd hozzá is megyek a nyár folyamán le Gyulára is, úgyhogy egy tök jó kis hétvégének nézünk majd még elébe, és hát Csapocska Ferencet is itt üdvözlöm. És ha már így klub, és Feri is egyébként klubtag, én már azzal álmodtam az éjszaka során, hogy tök jó lenne egy, egy ilyen klub találkozót esetleg létrehozni. Tudom, hogy Feri mondjuk Németországba él, Kriszti meg Angliába, úgyhogy nem annyira egyszerű valószínűleg ezt összehozni, de hogy így, hogy már fel vannak oldva a különböző korlátozások, és ezzel lehet már így jobbra-balra menni, talán, a nézők többségének is már mondjuk van esetleg védettség kártyája, így mondjuk beltéren is lehet, hogy lehetne ilyesmit tartani valami jó klimatizált helyen, esetleg valami előadással egybekötve, ahol akár én készülhetnék egy előadással, vagy meghívhatnék esetleg vendégelőadókat, láss mondjuk Jánk balás neki is nem áll a szája, úgyhogy ő is tudna egy jó kis előadást rittyenteni fotó-videó témában. Úgyhogy én gondolkodok amúgy ilyesmiben, nem tudom, hogy mennyire van rá nyitottság, meg persze, hogy eljönnétek-e, nyilván ez mondjuk Budapesten lenne. Hát alternatív lehetőség lehetne egy online zoomos call is, ahol akkor nem csak én pofáznék, hanem akkor én is meghallgathatnám a ti dolgaitokat, úgyhogy még akár ez is egy lehetőség lenne, és közben beérkezett Anett is, akinek szintén üdv, írja balás közben, hogy az jó lenne, és egy ilyen kis tortát is odarakott, ami, ami, ami csak arra asszociálok, hogy ha láttátok itt a covert, akkor már a 48. adásnál tartunk, úgyhogy lassan már egy éve, hát sőt, szerintem már egyébként elindult egy éve, a stream, csak ugye nem mindig volt minden héten, volt minimális kihagyás, úgyhogy lassan, amikor így azért elérkeznénk az 52. adáshoz, akkor, akkor azt mondom, hogy 52 hete tolom a streamet, ami már minimum egy évnek felel meg, ez mindenképpen egy mérföldkő lesz itt a stream kapcsán, és egy ilyen szolgálati közlemény, amit ugyan már az előző adásban említettem, de hogy nyári szünet is lesz. Ez így ezáltal az utolsó előtti stream a nyáron. Jövő héten még lesz egy ilyen kis úgymond búcsú stream, és legkorábban már csak szeptemberben fogunk így stream keretén belül újra találkozni. Én azt gondolom, hogy ez jó lesz egyébként nekem mindenképp, meg egyébként szerintem az adásnak is jót fog tenni, és hát kicsit olyan, olyan vannak ilyenkor a, 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 webinárok utáni stream szerdákon, mint amikor így, így nem tudom, valaki így, nagyon bedrogozik, és ilyen euforikus állapotban látja a világot, és minden ilyen, 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 brutál, brutál új, meg izgalmas, meg érdekes és interaktív, és kicsit így, kicsit így a, a, 200 néző után, amikor ilyen, ilyen 5-10 nézőből csöppen az ember, akkor, akkor azért az egy kicsit mm, kicsit más, kicsit más hangulatot az el, de nagyon örülök annak, hogy itt vagytok, és hogy a chat is azért egész jól pörög annak ellenére, hogy viszonylag limitált létszámban vagyunk jelen. És akkor írja, ja, egyébként itt van közben Réka is, úgyhogy üdv Rékának is, és írja Kriszti, hogy mehetünk zöldzónás országba is, nyaralással összekötve. Na hát azért az elég komoly áldozat lenne szerintem Kriszti részéről, hogyha, hogy egy ilyen klub találkozó miatt hazautazna, de ez mindenképp egy tök jó jel, hogy akkor, talán vannak ilyen áldozatokat is képes lenne ezért hozni, meg hát bízom benne, hogy azért a vidékiek is esetleg hajlandóak lennének felutazni, biztos, hogy jó lenne, de azt is látom, és szerintem látni kell azt is, hogy tényleg így a nyár az, az, az pangás, ezt én próbálom nem magamra venni, hogyha mondjuk éppen kevesen is vagyunk, mert, mert nyilván a stream eddigi létszámai kapcsán azért itt, itt, itt leginkább arra, jutok, hogy, hogy a nyár az ilyen nagyon-nagyon ilyen halott. Nyilván egy évvel ezelőtt, amikor, amikor belekezdtem a streambe, akkor nem voltak nagyon viszonyítási számaim, hogy, hogy hogyan is néz ki mondjuk stream szempontjából mondjuk egy nyár, de ha már egy picit így átkötünk ilyen vállalkozói vonalra, akkor ez abszolút igaz a nyárra, hogy full uborka szezon. Persze ez nyilván nem a balatoni hekkezőkre igaz, meg a klímásokra és az esküvői fotósokra, hanem ez úgy igaz körülbelül minden egyébre, így ilyen 70%-ban. Nyilván van az a 30, ami pont egy nyári szezonnak megfelelő biznisz, és akkor valaki ugye nyáron keresi meg az egész éves bevételét, ezzel szemben mondjuk, amikor én stúdiókat üzemeltettem, ugye ott azért 8 éven át csináltam, hogy volt némi rálátásom a statisztikákra, hogy így mennyi bérlés mikor van, és nyilván tudom azt, hogy mik a legjobb hónapok, meg mik a legrosszabb hónapok, és ezeket nagyon fontos szerintem, hogy ti is tudjátok, mert nem biztos, hogy a legkomolyabb kampányotokat mondjuk, nem tudom, nyár közepére kell berakni, és ez ugyanígy igaz szerintem a januárra is. Aztán írjátok meg, hogy nektek mik így a tapasztalásaitok, de a stúdiós biznisz szempontjából, és akár így a fotós munkáim szempontjából, az esküvőket mondjuk leszámítva, bár én annyira azokat nem fotóztam sokat, maximum egy ötvenet, az annyira nem sok szerintem ennyi idő alatt, de, de hogy ennyi maximum így a tapasztalatom, tehát Nekem azért nyilván a nyár az egy lényegesen laposabb történet, mint mondjuk a szeptember, amikor újra elkezdődik a, az iskolaszezon, és a cégek is beindulnak, és egyébként ezt a statisztikát például abszolút meg lehetett figyelni a stockfotózás berkeim belül is, ugye én már végül is nem tudom, több, már, egy, már 12 éve szerintem elkezdtem annó a stockfotózást, én ugyan már ezt abba hagytam, ettől függetlenül a képeim fent vannak, és amikor így, hát így jól meg lehet nézni azokat a statisztikákat, hogy mondjuk az évnek melyek voltak mondjuk a kiemelkedő vagy a legrosszabb hónapja, és akkor látszik ezekből adódóan mindig, hogy a reklámügynökségek, akik ugye képeket vásárolnak, online. Ők is amúgy mind le vannak ülve, megy mindenki nyaralni, és ezáltal a kép eladások is stockon keresztül, ami ugye egy világi piacot jelent, és több tízezer vagy százezer reklámügynökséget vagy magánszemélyt takar egy-egy stock oldalnak az adatbázisa. Lényegesen visszábesnek egyébként ilyenkor a vásárlások, úgyhogy ha esetleg azt érzitek, hogy most így nem a legjobb ö, időszaka van a teknek, akkor azért azt ne vegyétek feltétlenül magatokra, csak tudjátok be egyrészt azért ezt a nyárnak is. <laughs> és akkor írja Feri, hogy tudtam én, hogy megéri tagságot váltani, és üdv, Fliknek is. Na és akkor amúgy az előbbi sztorizgattam erről a táblázatról, amit itt csak gyors beraknék nektek, mert szerintem erről ö, simán lehetne még amúgy beszélgetni, akár most is. Ugye a táblázatnak az volt a lényege, hogy mennyi pénzt akarsz keresni, milyen bevételeket tudsz kitűzni magadnak, hogy akarsz 5 milliót, 10 milliót, 20 milliót, 50 milliót, és ehhez mennyit is kell fotózni. Szerintem ez egy nagyon jó szemfeltáró történet. Nem akarok róla sokat beszélni, mert a webinárban már volt róla szó szerintem bőven, de azért így úgymond barátok között, akkor, mert most így tényleg már mondhatom félig meddig ezt, hogy azért úgy, úgy már hallottunk -e egymásról nem vagyunk egymásnak vadidegenek, úgyhogy kicsit úgymond barátok között is beszéljük már át ezt a dolgot, mert szerintem ez a leghasznosabb része volt a webinárnak. Ugye tök jól látszik az, hogy mondjuk, ha csak 5 millió forintot szeretnél éves szinten megkeresni, ami, ami egy szerintem egy, egy, jobb keresetnek, egy jobb átlagkeresetnek megfelelő éves bevétel, még talán kicsit túlzok is, mert mondjuk nem tudom, hogyha 3 kilo a havi bevételed, akkor az még mondjuk éves szinten mindig csak 3,6-ra jön ki, tehát mondjuk egy, hát egy ilyen 400 ezer forintot kellene keresned nettóba ahhoz havonta, a a alkalmazottként, hogy mondjuk ezt az éves 5 millió forintos nettó árbevételt elért vállalkozóként, egészen pontosan fotósként pedig, ugye láthatjuk, hogy 10 ezer forint hogyha 10.000 forintért fotózol, akkor 500 fotózást kell megcsinálni, 20 ezer esetén 250, és hát a 250 fotózás az majdnem azt jelenti, hogy az év minden napján fotózol, tehát 20 ezer így már szerintem nem nagyon fotózol senki, nem az, hogy semmit, mert nyilván, hogyha itt stratégiában gondolkodik valaki, és, és ezek belépő ajánlatként vannak jelen akár 10-20-30 ezer forintos fotózások, akkor az mondjuk szerintem még egy jó, jól működő irány lehet, de az, hogy mondjuk egy, ugye fontos az, hogy kitűzzük, hogy mi legyen a, a fő terméked, létre kell hozni egy fő szolgáltatást, most lehet ennél olcsóbban is kisebb mértékű fotózásokat elvállalni, meg nyilván lehet drágábban is nagyobbak, hát ettől függetlenül lenne azért mégiscsak egy fő terméked, egy fő Árazással, amit leginkább az ügyfeleid választani fognak, és hát ezt neked úgy kell alakítani, hogy, hogy jó legyen. Úgyhogy szerintem legalább 40 ezer forint, ugye az a szint, hogyha 5 millió forintot meg akarsz keresni, akkor is rohadt sokat fogsz dolgozni, de akkor már hozható például ez a kitűzött szint. És akkor nézzük meg, hogyha 10 millió forintot akarsz keresni, akkor pedig már bődületesek ezek a számok, és talán egy picit még az embernek a kedve is elmehet, főleg úgy, hogy az elején amúgy ezt a táblázatot nem is úgy csináltam meg, hogy az 5 millió volt a legalsó, hanem a 10, és akkor mi, mi, nagyon elkeserítőnek tűnt, hogy úristen, még a 10 millióért is mennyit kell gűrizni, ez így van, de szerintem fontos ezt, hogy lássuk, hogy nincsen kolbászból a kerítés, illetve azt, hogy ha mondjuk Olcsóbban dolgozunk, akkor sajnos igazából felkopik az állunk, vagy aki mondjuk a, a, a mi áraink alá vág, az, az nyilván így, így nem, egy, nem egy komoly fotós, mert ebből nyilván bele kell kalkulálnunk azt is, hogy szeretnénk eszközparkot fejleszteni, szeretnénk nem tudom, bármi egyebet. Tehát nyilván itt fontos az, hogy a különböző amortizációkkal is számoljunk, mint az, hogy mondjuk lehet, hogy három évente új kamerát kell vásárolnod, meg, meg időnként új lencséket kell vásárolnod, és különböző dolgokat, és hogyha az 5 milliót veszük alapul, akkor az 5 milliót azt így lazán elköltöm amúgy fototechnikára, nem kell hozzá nagyon sok mindent kiválasztani szerintem, hogy ez az kosárérték így összejöjjön, úgyhogy ezeket mindenképp fontos belevenni, és szerintem azért már, aki klub taggá válik, az, 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 azt gondolom, hogy, hogy szeretne azért egy 10 millió forintot így akár megkeresni. Na hát, és akkor itt már így kicsit nagyobb léptékekbe haladva, és pont az 50 milliót be fogom takarni, bocsi, de még így, így a, a, 30 milliónál így látjuk, a 40 meg úgy látom ki is maradt, 40-et hát nem is akar keresni senki. Úgyhogy minden esetre azt is látni kell, hogyha mondjuk tegyük fel 30 millió forintot valaki meg akar keresni fotózásra, akkor ez azért nem lehetetlen, de legyünk tisztába azzal, hogy akkor viszont már legalább 100 ezer forint fölött kellene fotóznunk, és amúgy erre abszolút vannak példák, tényleg itt nem akartam a streamben, a webinárban mondani, hogy név szerint kikezek, de van glamour fotós, 1500 eurónál indul egy csomag, 1500 euró nem forint, és az már ugye egy félmillió forint körüli összeg, abba az esetben ennek a fotósnak ugye mindössze 60 ilyen munkát kell megcsinálnia, hát csak találja meg ezeket az ügyfeleket, de ő szerencsére megtalálja, és megvannak ezek a lehetőségek, de tudok nagyon sok olyan esküvői fotóst is, aki azért félmillió alatt nem szívesen megy már el lefotózni semmit, vagy legalábbis egy esküvőt, úgyhogy esküvői fotózásra is szerintem egy fél millió forintig fel lehet tornázni ezt az összeghatárt, és hát nyilván, hogyha mondjuk így akár reklámfotóba utazunk, reklámügynökségekkel vagyunk kapcsolatban, akkor ott is simán vannak olyan kampányok, ahol 500 ezer forintot meg lehet keresni egy munkával, vagy akár még többet is. Úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen elérni ilyen jellegű árbevételeket, de azért azzal is tisztába kell lenni, hogy ehhez azért brutálisan képezni kell magunkat, hogy ezt el tudjuk azért érni. És akkor itt van mondjuk az 50 millió stétel, amit most ti nem annyira látok tőlem, hogyha 500 ezer forintos kosárértékkel fotózol, akkor ugye 100 darab fotózást kell megcsinálni, hogyha mondjuk 150 ezerért fotóznál, akkor 333-at, tehát az megint az a, hogyha valaki 50 millió forintot szeretne keresni egy évbe, akkor neki alaphangon több százezerért kell már munkákat vállalnia. Ugye mindenki ki tudja tűzni azt a célt, hogy a az életben, miket szeretne elérni, mennyibe kerül mondjuk egy kertesház, vagy a családjának a fenntartása, vagy a technikájának a fejlesztése. Annak megfelelően el tudjátok szerintem mindannyian dönteni, hogy körülbelül mi is az a árbevételi szint, amitől már így boldogok lennétek, és futná mindenre, és szerintem ennek megfelelően az árazási alap. Ez egy jó kiindulási pont, hogy körülbelül mennyit is kéne megkeresnem, és persze lehet így ezen túl upsellekkel és egyéb trükkökkel esetleg ezeket az összegeket még formálni és fokozni. Úgyhogy nagyjából ez, ez, egy ilyen érdekes táblázat, de bízom benne, hogy nem elveszi a kedveteket, hanem akár így reálisan láttok, és inkább motivál, és becsatlakoztok a klubba, ami egyébként manytotta meg a kapuját hivatalosan, nagy közönség előtt, és nyilván a klub segít abban, hogy hogyan tudj jobban vállalkozni, marketingelni, hirdetni, és nyilván fototechnikai tudásokat is különböző mesterkurzusok és különböző oktatók segítségével el tudod sajátítani. És akkor írja eszenyi Viktor közben, hogy én ezt az OMG érzést, a jó oh My God érzést pont most éltem át a Domán Zsolt kurzusánál, ott hasonló számok és információk voltak általánosságban. Igen, egyébként a Zsoltnál én is láttam ezt a hasonló táblázatot, csak kevésbé ilyen fotós árazásra és csomagokra levetítve, és igen, egyébként jó, jó ezekkel tisztában, hogy a Domán Zsoltnak is, mint marketing szakértőnek a klubban van bent leckéje, és akkor írja Györfi Alexát, hogy számomra elég melbevágó volt ezt így látni. Őszintén szóval számomra is melbevágó volt egy kicsit látni, mert ezt is mondtam, meg így, szerintem ez valós, hogy a fotósok 98 ezt nem számolja ki és nem írja ezt le egy ilyen táblázat formájában, pedig le kell, és nyilván itt a vállalkozásodnak lesznek a technikád fejlesztésén túl egy csomó egyéb költség, hisz ha mondjuk már nem egy, tízen, nem egy, nem a 10 millió forintos táblázatot nézzük, hanem már mondjuk a 20 millió forintos táblázatot, akkor már ugye minimum kell egy KFT-vel rendelkezned, ahhoz, hogy a 12 millió utáni összegeket ki tud számlázni legálisan, ezáltal mondjuk lesz a KFT-nek egy fenntartási költsége, iparűzési adó és hasonló terhekkel együtt, könyvelővel mi egymással, tehát ezek le fognak nyilván ezekből jönni. És akkor Flick írja, hogy hallottam egyik fotósnak az árajánlatát, aki magazinoknak is fotóz, és egy stúdiós fotózás 360-nál kezdődik, és hogy név szerint nem szeretném említeni. Na hát ez szuper egyébként, mert látjátok akkor itt Flick példájából is, hogy igen, én is tudok jó pár ilyen fotóst azért így felsorakoztatni, és Flick is ismer akkor olyan fotóst, akinál, akinél 360-tól indul, és ez nem a fokra vonatkozik, hanem a forintra. És akkor Alex írja, hogy a kolléga a meskői fotózásra kért ajánlatot, én is ajánlottam neki néhány nevet, akiknek gyönyörűek a munkái volt, akinél 600 ezer volt a kezdőcsomag. Na egyébként uh, szerintem örülhetünk ennek, és ez a, ez a jó, mert azt is tudom, hogy valaki meg sajnos 50 ezer forintokért az ilyeneket, tudom azt is, hogy elveszi amúgy uh, olyan fotósoktól a lehetőséget, mint amieknek ti vagytok, akik képzik magukat, akiknek, vállalkozása van, akik szakmát tettek le. Ez abszolút egy bosszantó dolog, de azt is lássuk némileg, hogy például az állami szabályozások kapcsolatban, például az OK és képzések így megszűntek, és már két éves képzések keretében belül lehet szakmához jutni, ez szerintem Valamilyen szinten azért mégiscsak a hivatásos fotósokat fogja segíteni hosszabb távon. Lehet, hogy ha neked még nincs meg a szakma, akkor most ez zavar, de ha már megvan a szakmád, akkor viszont örülsz neki, hogy nem egy kétperces gyors talpaló keretén belül osztogatják a szakmát, hanem ehhez valami megfelelés azért csak-csak kell. Na és hogy. Hogyan tudod esetleg magadat ugye fejleszteni, képezni, és esetleg te is elérni ezeket a csetben már elhangzó számokat, hogy mondjuk 360 ezrek, meg 600 ezrek, meg, meg mi egymások. Ez azért egy hosszú folyamat, és nagyon sok tanulással jár. És hát én nyilván a Fotós leszek klubbal, ebben szeretnék nektek segíteni. Úgyhogy szeretném megmutatni a weboldalamat, amin elég sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, és szerintem a klubtagoknak is izgalmas tud lenni, mert egyrészt nem hiszem, hogy ők nagyon nézegetik ezt az oldalt, mivel nem nekik készült. Ettől függetlenül olyan marketing stratégiákat próbáltunk így összegyúrni, belerakni, akár árazás tekintetében, amik, amik szerintem jók, és esetleg, esetleg, ha nem is lemásolhatóak, de, de inspirálódhattok belőle. Például a webinárban elhangzott az, hogy egy ajánlat legyen brandbeillő, legyenek bónuszok, legyenek ajánlások, legyen benne határidő, és nem is tudom, még, még, még mi az, amit meg garancia. Igen, tehát ezek voltak a legfontosabbak, amiket kilistáztam a webinár során, és ezáltal itt a klub weboldala szerintem hát egy jó ajánlatot jelent, legalábbis jól összerakott ajánlatot jelent, amit meg tudtok akkor így velem közösen nézni, és akkor, hogyha ti is egy ajánlatban gondolkodtok, akkor ez egy jó ilyen mintapélda lehet, hogy körülbelül hogyan is néz ki és akkor közben itt írja a Mező Márton, hogy sziasztok, hát ennyi az annyi, ha katás vagy, akkor évi minimum 650 ezer alatt még csak mínuszban van a vállalkozás. Ez is igaz, mondjuk az a 650 nem tudom részben, hogy jön ki, ugye az 50-nél 600 ezernél vagyunk, de nyilván ki kell fizetni a könyvelőt, mondjuk havi akár egy tízes is lehet, és akkor már ott vagyunk, hogy, hogy ez akkor 720. Úgyhogy abszolút jogos, amit ír Márton, ezekkel a számokkal tisztába kell lenni, bár még mindig egy olyan adózási formáról beszélgetünk katásként, ami szerintem nagyon korrekt, és amúgy ez, ez nem tudom meg mennyire igaz plegyka, de legyen így, hogy én úgy hallottam, és talán jelezzetek vissza, hogyha ti is hallottátok ezt, hogy a 12 millió forintos keretet elvileg fel fogják vinni talán 20 millió forintra, ami nagyon-nagyon jó lenne, mert ez nagyon sok embernek, aki mondjuk így pont a 12 milliót már karcolgatja, vagy éppen túl is lépné, de KFT-t mondjuk nem nagyon szívesen váltanak ki, mert hogy, mert hogy egyébként ugye lényegesen magasabb költségekkel jár, így tök jó lehetőség lenne, hogy katásként nem 12 milliót tudsz kiszámlázni, hanem esetleg 20-at. Tudom azt is, hogy tök sok embernek meg a 12 is nehéz. Ettől függetlenül, hogy én például személy szerint tudnám értékelni, főleg úgy, hogy az állam fotósként semmilyen szinten nem támogatott például a Covid ideje alatt. Most van egy ilyen fajta talán hát nem is bértámogatás, hanem egy ilyen fajta támogatás az állam részéről, hogy azon emberek, akik alkalmazottat nem tartanak, és a bizonyos, tehát a fő tevékenységi körük beleesik abba, amit őt meghatároztak, akkor egy szakmunkás minimál bért adnak neki, ami 219 000 forint. Ez egy egész jó pénz, főleg úgy, hogy az öletbe hullik, és hát főleg úgy, hogy nekem két vállalkozásom is van, és én ezt duplán kaphatnám meg esetleg, de hát természetesen ez a fotósokra nem vonatkozik, mivel nekem ugyancsak a stúdiómat kellett bezárnom, ami teljesen ellehetetlenítette így a Covid-ezt, és nagyjából egy évre megszűnt ugye az összes fotós munkám, de fotósokat ez ugye nem érintette, hisz mindenki bőségben élhetett az elmúlt időszakban. Fodrászokat például tudom, hogy érint, meg nyilván sok, gondolom, tán, hát nem tudom, nem tudom pontosan a teorszám listát, hogy kikre vonatkozik, ez azért jó pár tucat teorszámot érint, de a fényképészet sajnos nincsen benne. Tegnap pont erről beszélgettem a könyvelőmmel, illetve egy másik fotós csoportban is láttam ezt, hogy felkerült témaként. Vannak ilyenfajta támogatások, de sajnos fotósként nem annyira lehet rájuk most így pályázni, ettől függetlenül beadjuk ezt a fajta kérelmet, mert hogy valamilyen fajta adókedvezmény így a Covid ideje alatt mégiscsak volt, és kicsit így furi, hogy arra megkaptuk a kedvezményt, mert akkor elvileg járt valamiért, de most már nem jár, amikor többet kéne adni, tehát kicsit így furi, mi beadjuk a kérelmet, és lehet, hogy megkapjuk, de amúgy hivatalosan elvileg nem jár. Aztán, írja Miskolci Milán, hogyha tanítanák valamit az ok akkor megérteném. Hát nyilván van az a szint, aki kezdő, és még sok mindent lehet neki tanítani, és akkor az OK is egy jó lehetőség, hogy az alapokat megszerezze valaki, de nyilván persze, hogyha, hogyha valaki 30-40-50 milliót szeretne keresni, mint itt a szártáblázaton, akkor ezt, az, ezt a tudást, ezt ne az ok várja, mert ott, 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 az 5 milliós szintig tudsz max. fölfejlődni ezért írja Alexa is, hogy ő is inkább a klubból tanul. És akkor írja Flick, hogy de egyébként elég rossz a szabályozás, számlázni fotósként ok tudsz, de fotós workshopot tartani ok nélkül. Hmm, hát szerintem egyébként ez, a, ez, hogy oktathass, az megint egyébként egy ilyen eléggé, hát egy, szóval ez egy izgalmas kérdés, hogy azért az oktatáshoz mi kell de oda is kell képesítés, azért bárki nem oktathat szerintem csak úgy workshopot témába. Most ennek a pontos megfelelését nem tudom, de biztos, hogy valamilyen szakképesítés azért szükséges hozzá. És akkor írja Kriszti, hogy én egy-két éven belül szeretnék haza költözni Magyarországra. Szerintetek vágjak bele a két éves állami oktatásba, vagy keressek magam mellé valakit, akinek van papírja? Hát jó a kérdés. Angliába, hogyha jól tudom, egyébként papír se kell, úgyhogy most ott még kint jó dolgod lenne, tudnád csinálni a vállalkozásodat. Hát um, jó, jó a kérdés, szerintem majd térjünk rá vissza akkor, de hát, hogyha vállalkozni akarsz, kénytelen leszel egyébként elvégezni egy okáért, OK akár tetszik így, akár nem. Ha már meg iskolát kell választani, akkor próbálj szerintem olyat választani, ahol lehet ténylegesen tanulni is. Ezáltal én mondjuk a felsőoktatási intézményeket próbálnám meg első körbe, bár nyilván annak meg vannak olyan hátrányai, hogy sok esetben drága, ha nem vagy államin lakfinanszírozottan, illetve hát hosszabb is lehet akár, mint két év, talán három alaphangon, ha jól tudom, plusz még kettő, hogyha mesterre is el akarsz menni úgyhogy ez idő, pénz és egyebek függvénye, de hát hogyha vállalkozni akarsz hivatalosan, akkor ugye kell papír, vagy írod azt is, hogy hát lehet melléd, vagy lehetsz te egy vállalkozásnak az alkalmazottja, akine, ahol már van mondjuk valakinek fotós végzettsége, és akkor ebbe az esetben hogy te is ki tudsz állítani számlát, ez is egy lehetőség. Hogyha tudsz ilyet, akkor a kezdetek kezdetén biztos, hogy így indítanám, a karrieremet, és utána, hogyha már nagyon sok számlám van, és kicsit terhes ez az ügy, akkor meg valószínűleg nyitnék egy sajátot, és már mellette azon dolgoznék, hogy akkor legyen szakmám is. És akkor Feri kérdezi, hogy ez bruttó -e ez a 2.19, ez egy szuper kérdés, hát ahogy ismerem az államot, valószínűleg igen. <laughs> Na de menjünk tovább, nézzük meg a weboldalt, és rágjuk át magunkat, hogy egyáltalán mit is ad ez a szolgáltatás, illetve szerintem miért is jó ez az ajánlat, ugye? Ilyenkor mindig van egy fontos címsor egy ajánlatnál, illetve egy weboldalnál, és itt a fontos címsor az az, hogy válj hobbifotósból sikeres vállalkozóvá. Szerintem ez egy, egy jó ígéret, és egyből láthatjuk ugye már a határidőt is. Most egy hét van rendelkezésre ahhoz, hogy csatlakozzatok, hogyha még nem vagytok klubtagok. És akkor így nyilván van egy összefoglalás, hogy mit is lehet amúgy itt megtanulni először kimaxoljuk a fotós tudásod, elég sok fotós kurzus van, amin keresztül ezt meg tudod tenni, különböző témákban, és ugye ezek hónapra hónapra újakkal bővülnek, meg tudod eladni a képeit különböző marketing stratégiákkal, trükkökkel, és végül sikeresre csiszoljuk a bizniszed. Sok minden kulcsot adunk ehhez, egyrészt telefonos konzultációra van lehetőség, hónapról hónapra, ahol segítek benne, ott a Facebook csoportunk, ami szintén segít, bármilyen kérdést feltehet, személyesen válaszolom meg, illetve a többi klubtag is segíteni tud, hogyha olyan, hogy ők is tudják rá a választ. Itt a weboldalon találtuk egy videót, ami egy ilyen egy percben összefoglalja a klub lényegét. Szerintem fontos az, hogy ilyenkor legyen egy videó, és fontos az is, egyre inkább azt látom, hogy rövid legyen az a videó, senki nem akar egy 10-20 perces videót megnézni, csak a stream nézőim, akik két órát is hajlandóak itt nézni a fejemet, minden esetre ennyire, kevés az ennyire eltökélt ember, meg az ennyire jó fejember, úgyhogy ha promo videót csináltok, akkor csináljátok fél percest, egy percest, azért, hogy ezt utána könnyen hirdethessétek Instagramon, Facebookon, hogyha hosszabb a videó, akkor már Instán például nem is tudjátok megtenni, úgy tudom, hogy az időlimit Instán fél perc, amit reklámozni tudtok. Nagyon kevés a fél perc, és nagyon nehéz belesűríteni dolgokat, de kreativitással és kis ügyeskedéssel szerintem azért ez nem lehetetlen. És hát, mint mondtam, ugye itt egy 35 tananyagból álló csomagot kap meg az, aki csatlakozik a klubhoz. Itt egy ilyen kis line is összeállítottam. Itt van a magyar Laci, Göbjös Peti kutyafotózás témában. A magyar Laci, hogy lightroom Lightroomot oktat, Ramandrás, nagyon kedvelitek az ő munkásságát. Ő portréfotózásban kiemelkedő, olyan portrék stílusában, ami inkább ilyen, ilyen lelke van a a kategória. Itt vagyok én, jó magam, Jánk Balázs videózás témában segít nektek, Zsolnai Gergelynek is több kurzusa van, de ő Photoshopban nagyon képben van, illetve a termékfotózásról is van bent már egy kurzusa, illetve Tóth Balázs az, akitől még fotózást tudtok tanulni ő, őtőle pedig a headshotot, a portré, az üzleti portréfotózást tudjátok elsajátítani. Az ő kurzus egyébként négy különböző kurzusból áll, ebből már három fent van a klubba, és a negyedik is nem olyan sokára majd érkezni fog, és ő nagyon komplexen megtanulhatjátok mind a az, hogy technikailag hogyan készülnek a képek, hogyan utómunkáz, hogyan ad el, és ö, hogyan pózoltasd a modelled. Ez a négy téma, amivel a balás foglalkozik a kurzusa során, ez nem is tudom, vagy összesen, vagy 10 órányi tananyag, csak, csak a Balázsé, úgyhogy nagyon-nagyon komplex, múltkor összeszámoltam, hogy 42 óra csak a mesterkurzusok szám, úgyhogy el lehet mozizgatni, nem is keveset, és hát amit említettem, itt egy támogatói közösség a Facebookon, én mint mentorként jelen vagyok, tudsz tőlem kérdezni különböző felületeken, illetve van egy ilyen klub kedvezmény rész is, ahol kuponok formájában százalékos kedvezményeket biztosítunk. Vagy legalábbis ezek a cégek akik itt fel vannak sorakoztatva elég sokan és elég komoly cégek. Úgyhogy ha a fotófelszereléset bővítenéd akkor ezzel kapásból akár meg is porolhatod a klubtagságodnak a díjának egy részét vagy akár teljes egészét. És akkor közben itt nézem a chatet is itt írja Eszenyi Viktor Flicknek válaszolva hogy meg nekem, hogy az oktatáshoz felnőtt képzés szinte minden esetben be kell már jelentkezni az állami rendszerbe. Nem kizárt, illetve Petyú szírja, hogy flick az oktatáshoz egy központi rendszerbe kell akreditálni és adminisztrálni az egyes tanfolyamokat, szóval akárki nem oktathat, ja, és a megfelelő vállalkozási kritériumoknak is meg kell felelni. Ez valószínűleg ugye így van, és itt ugye megint az, hogy most, egy, itt most az eredeti kontextus, amúgy egy workshop volt, itt most azért ezeket azért nem kell, hát vagy de, hát amúgy itt most voltak szabályozások erre is, és ezeket is, amúgy a workshopokat is már be kell jelenteni. Az egy másik kérdés, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy hányan jelentik be ezeket a workshopokat, én már nem tartottam, nem tudom, vagy egy éve nem tartottam workshopot, szóval, én így annyira nem vagyok most ezzel százszerűkig képben, de tök sok fotós kolléga itt, hogy te ezt már kitöltötted, te már beküldted a workshopjaidat? Hát én amúgy nem küldtem be, mert pont nem is volt az elmúlt időszakban, de tudom azt, hogy most már amúgy ezt is szankcionálják, és ez nem feltétlen gond, ugye, mert ne, ne oktathasson már mindenki, ahogy nem is kell mindenkinek pénzért sem fotózni. Na, és akkor itt van még egy összefoglalás, hogy mi az, amiket megkapsz, vagy, vagy szolgáltatásként nyújtunk, és hát hogyha a klub felülete is érdekes számodra, akkor itt egy hosszabb videóban meg tudjuk ezt nézni. Azóta hát totál megváltó, nem totál, de hogy egyébként az elmúlt három hónapban, amíg a klub zárva volt, addig nem csak azon dolgoztunk, hogy hogyan tudjuk a tananyagok sorát még tovább bővíteni, hanem elég sok energiát fektettünk arra, hogy amúgy a belső úgymond backend felületet is megújítsuk, és átláthatóbb legyen a kezelése, jobban nézzen ki, gyorsabb legyen a weboldal. Úgyhogy így próbálunk nagyon nagy hangsúlyt fektetni olyan dolgokra is, amit mondjuk nem klubtakként egyáltalán nem is láttok. Ettől függetlenül sok energiánkba kerül ez, illetve sok pénzünkbe is. Megmutatom majd a backend felületet, ez most egy régebbi videó, most nem volt időm sajnos arra, hogy egy totál újat forgassak, ettől függetlenül azért jól látadja, hogy hogyan is néz ki, és hát ez már azóta csak jobb lett. Na, csak itt vannak azon tananyagok sorai, amiket megkapsz, vannak, amik single ajánlat formában is előre, elérhetőek, ilyen például a fotostúdió építésről szóló, vagy akár a modellpózoltatásról szóló tananyag. A modellpózoltatás már közel, közel 900-an vették meg, ami elég komoly szám, alig van már belőle raktáron. Így tudom azt, hogy brutál népszerű, és sokan kifizettek akár a stúdióépítésért, modellpózoltatásért, ilyen 10.000 forint körüli összegeket, ami, ami tök jó megköszi, viszont amúgy, hogyha klubtagok lettetek volna, vagy csatlakoztatok volna a klubba, akkor ezeket így amúgy ajándékba, hát ha nem is ingyen, de ugye a tagsági díjért cserébe megkapja az előfizető, és hát nem csak akkor ezt a két tananyagot, hanem mellette még mondjuk jelenállás szerint 33 másikat is, úgyhogy szerintem még biztos, hogy találna mellé olyat, ami izgalmas lehet számára, úgyhogy egy, nyilván az előfizetéses rendszer az egy sokkal komolyabb és átfogóbb szolgáltatást tud nyújtani, mint mondjuk egy single tananyag, hisz folyamatos a fejlesztés, hisz folyamatos úgymond a, a, a support is, amit mi kapunk tőletek, hogy ezeket a, ezeket a bevételeket kurzusokra és különböző fejlesztésekre tudjuk költeni, míg nyilván egy single tananyag egyszer elkészül, kész, az egy idő után elévül, mind a kurzus, mind a weboldala, és egy kis túlzással, sülyeztőbe. Tisztában vagyok ezzel, mivel volt már egy pár single tananyagom, és vannak kurzusok, amiket megcsináltam mondjuk négy éve, nagyon sláger kurzusok voltak négy évvel ezelőtt, majd azóta már a kutya nem veszi meg, mert már nincs aktualitása, lehet, hogy már nem olyan trendi, ezzel szemben a klub egy olyan szolgáltatás, ami mindig trendi tud maradni az újonnan érkező kurzusok miatt, meg a folytonos fejlesztések miatt. Hát és végül is a klubnak az egyik legnagyobb értéke, én tudom, hogy ezek miatt csatlakoznak amúgy az előfizetők leginkább. Most itt egy pár mokápot kigyűjtöttem, 8-at, már annyi, annyi kurzusunk van, 11 mesterkurzus van, egyszerűen nem tudjuk kilistázni már, valamit kénytelenek vagyunk ilyenkor lehagyni, és hát az elkövetkező időszakban is sok mesterkurzus fog érkezni, szinte csak az, amúgy. Úgyhogy hát valami megoldást kell majd találnunk erre a prezentálásra, hogy hogyan tudjuk a mokápokat úgy elrendezni, hogy sok-sok tananyag esetén is az esztétikus és jó legyen. És akkor itt láthatjátok kis hogy a mesterkurzusok 46 órányi tananyagot jelentenek, ami azért azért nem kevés. Ez két nap non-stop mozizást jelent, anélkül, hogy megállítanád egy másodpercre is körülbelül a videókat, ami nagyon brutál ehhez azért kell idő, hogy feldolgozhassátok. És akkor a legújabb mesterkurzus, ami 15-én került be a klubba, ez a kompozit fotózásról szól, Zsolnai Gergely, ez egy nagyon komplex Photoshop képzés, és Ramandrás kurzusa is amúgy bekerült nemrég, ez még az előző klubnyitás alkalmával nem volt elérhető, illetve a Tóth Balázsnak a retusálással foglalkozó videója is itt van, ez is a legutóbbi nyitás óta került már be, Úgyhogy hát szerintem az elmúlt három hónap alatt akár csak a kurzusok mienségét és számát tekintve is szép fejlődésen mentünk keresztül, és nyilván itt vannak a, a már korábban is jelenlévő tananyagok, kutyafotózás, árazás, Lightroom, Photoshop, Premiere, videókészítés témákban. Ha érdekel, akkor majd nézzétek meg ti is, amúgy a YouTube leírásban megtaláljátok a weboldal linkjét, akár velem párhuzamosan is scrollozgathatjátok, illetve itt van két magazin, amit már korábban említettem, ezekhez videó is társul, hogyha nem ismeritek, rákattintva megnyílik, és bele is tudtok lapozni, úgymond egy ilyen demo, demo verziót kaptok. Kérdezi Milán, hogy végre kikerül a Dunapartos Project. Ez most mire gondolsz, Milán, a, a tájfotózásos kurzus, mert egyébként Milán szokott nekem jönni másod operatőrként segítkezni, egyébként klubtag volt, aztán onnan ismerjük egymást, úgyhogy így tök jó kapcsolatok tudnak épülni akár így a klub berkeim belül, mert van olyan klubtagom is például, aki így szokta a képeimet retusálni, ezáltal egy kicsit vissza tudom fizetni Azokat a tagsági díjakat, amiket így elköltöttetek nálam, úgyhogy nyilván ezt nem tudom megengedni mindenkinek, vagy nem tudom mindenkinek nyújtani, de ettől függetlenül azért, azért már jó páran kaptatok úgymond visszaosztást. És akkor Milán, Milán erre gondolt? De igen, szakobalázsal készítettünk még tavaly egy tájfotózás kapcsán egy kurzust, ami szerintem nagyon izgalmas és jó, és még jelenleg nincs is ilyen témában ugye tananyag a klubban, sőt, én, én, nem nagyon tudom, hogy Magyarországon létezne egyáltalán ilyen. hamarosan a klubban ez is lesz, ez szerintem szinte most ez szinte biztosan tudom mondani, hogy, hogy azért az elkövetkező három hónapban ez bele fog már kerülni a klubba, mert amúgy ez meg van vágva, csak így a az időpontját akartam. Télen például semmiképp nem akartam volna kirakni egy tájfotózással foglalkozó kurzus, de most például így, hogy szép idő van, ki lehet menni, szerintem ez egy jó inspiráció lehet. Na hát, és akkor beszéljünk egy picit a csomagokról, mert ez az egyik legizgalmasabb rész, akár meglévő klubtagok számára is, mert az árazási stratégiánk az szerintem nagyon epik lett, én nagyon büszke vagyok erre, mert hogyha a webináron jelen voltatok, akkor ugye beszélgettünk arról, hogy egyrészt gondolkodjatok csomagajánlatba, ami azért alap, nem annyira új információ, illetve felmerült mondjuk a fantomárazásnak a témaköre, amikor úgy rakunk be egy ajánlatot, ami a többihez képest lényegesen rosszabb, amit az ügyfél is lát, jó esetben, vagy nem, akkor így járt. Minden esetre vannak fantomározás keretén belül olyan stratégiák, hogy berakunk olyan csomagajánlatokat is, amik valójában nem kedvezőek, ettől függetlenül tök jól pozícionálja mondjuk egy magasabb csomagunknak az értékét. Most jelen állás szerint ugyan fantomárazás itt nem szerepel, mert szerintem mind a három egy nagyon-nagyon jó deal. Ezzel szemben, amit még elmondtam, az az volt, hogy legyen egy deluxe, egy prémium ajánlatotok is, ami azért nagyon fontos, mert egyrészt az ügyfeleitek egy része, egy ugyan kis százaléka, de fogja választani. Tehát azért vannak, vannak a világban, vannak Magyarország is bőven milliómosok, milliárdosok, akiknek nem számít egyébként annyira a pénz, meg amúgy nem is kell itt milliómosnak lenni, mert hogyha egy, tegyük fel mondjuk az én árazási csomagomat nézzük a 250 ezer fontos lifetime csomaggal, ez egy OK és képzésnek az ára, és azért itt már a chatben is nem én mondtam, de a chatben is elhangzott, hogy így annyira túl sokat nem ér. Ezzel szemben most az én azt gondolom, hogy lifetime csomagom, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon bika ajánlat, ez egy prémium cucc, ez azt tudja amúgy, hogy az első két csomag a havi, illetve az éves csomag esetén, ugye ez egy előfizetéses, megújuló szolgáltatás, ami hónap, vagy hát most csomagnak megfelelően időszakosan meg megújul, úgymond bérled ezeket a tananyagokat, mint mondjuk a Netflix esetében. Ha van aktív tagságod, eléred őket, ha nincs aktív tagságod, nem éred őket el. Ez nagyon egyszerű modell szerintem. Tudom azt, hogy ez nem mindenkinek egyébként a, a szívecsücske, az előfizetéses rendszer, és nagyon tudom azt is, főleg a magyar ember kifejezetten olyan hogy imádja birtokolni a dolgokat, míg nyugaton az emberek albérletbe laknak és bérelnek egy ingatlan, mert amúgy nagyon drága. Ezzel szemben Magyarországon imádják az emberek birtokolni a dolgokat, itt megveszünk a lakást, itt megveszem a fizikai, te az az enyém, ami fizikailag ott van a polcon. Kicsit ilyen a magyar ember szerintem, és tudom azt, hogy nem mindenkinek fekszik ezáltal az előfizetéses rendszer, Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha ezeket a mesterkurzusokat és különböző tananyagokat összeadjuk, és mondjuk egy átlag kb. 20-30 ezer fontos tananyagáról beszélgethetünk, és összeszorozzuk a, a számokkal, akkor ez több millió forintnyi értékre jön ki. Így hát ez egy elég elenyésző még ahhoz képest is. Például a Weiser Istvánnak az árazási kurzus, az tudom, hogy 48 ezer forintba kerül, hogyha meg akarja valaki venni, de hogyha a Tóth Balázs kurzusait akarja valaki megvenni, az meg 69, úgyhogy csak ez a két előadónak az oktató anyagai, hogyha te meg akarod vásárolni ilyen lifetime licensbe, akkor 100 ezer forinttól fog indulni, így alaphangon, és akkor nem raktunk bele ugye semmi egyéb, más kurzus, csak kettő előadónak a kurzusairól beszélgettünk. Abba az esetben, hogyha valaki a Lifetime csomagomat választja, akkor egyébként megkapja az összes eddigi kurzust, örök élet, Garancia, hogy egy ilyen örökös hozzáféréssel, illetve az elkövetkező egy évnek az anyagát is. Tehát, hogyha mondjuk így a, az éves mellé tesszük, akkor azért ugyan két és félszer annyiba kerül, ami nem kevés, ettől függetlenül nem bérled a kurzusokat, hanem örökös hozzáférés fogsz kapni. És tudom, itt felmerül a kérdés, mi ez az örökös hozzáférés, meg majd mi lesz száz év múlva, amikor nem is élek, akkor hogy félek majd hozzá. Itt garantálni tudom nektek azt, hogy egyébként 5 évig hozzá fogtok tudni férni a tananyagokhoz a fotósleszek.hu weboldalon keresztül. Biztos, hogy meg lesz a vállalkozásom 5 év múlva is, ha más nem a domén, a tárhely és a és a csomagok, vagy hát ezek a kurzusok jelen lesznek, ha már lehet, hogy az értékesítés pár már, már nem elérhető egy idő után, ettől függetlenül nyilván a meglévő klubtagok el fogják kérni a tananyagokat a rendszereinken keresztül. Abba az esetben, hogyha bármi történne, és én már nem szeretném mégse 5 év után ezeket itt fenntartani, és a fenntartási költségeket fizetni, akkor pedig ha elérkezik egyszer ez, mert biztos, hogy x időn belül lehet, hogy 10 év múlva ez mondjuk már így lesz, akkor viszont letölthetővé teszem ezeket a tananyagokat azok számára, akik a lifetime csomagot választották, így hát egy cloud linken keresztül bármikor letölthetik, akár húsz év múlva is. Tehát a cloud az nem fog megszűnni, abba biztosak lehettek. Úgyhogy erre abszolút tudok így garanciát is vállalni, hogy egész életed során ezekhez hozzá fogsz tudni férni, és hát most, ugye 35 kurzusról beszélgettünk, hogyha egy évet hozzáadunk, akkor alaphangon 12-vel ki fog egészülni, úgyhogy 47 kurzus birtokosa lehet az, aki a lifetime csomagot választja. Hát, és szerintem ez, ez, elég jó deal, és közben itt írja amúgy Milán, hogy hát egy ok és képzés amúgy ennél többe kerül, igen, ettől így azért nem lepődnék meg, hogyha egy ok és képzés azért ennél lényegesen több lenne, és azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk a momén fél millió forintba kerül egy fél év, ami tök jó, értékes, értékes tanároktól tök jó osztálytársaid lehetnek, minőségi egyetemre járhatsz, de azért itt ez egy, hát ez, egy ez egy, három hónapos momedi valójában ez az összeg, amit én kérek, és szerintem nagyon-nagyon értékes a klub, hisz ez azért nem csak magamról beszélgetek, hogy milyen hűde jó kurzusokat gyártottam le, hanem nyilván itt van egy rakat külön szakembernek a kurzusa, így szerintem tőlem függetlenül is brutál értékes. Na, és öm, kicsit akkor még itt az árazásna ugye ez a Deluxe termékem, amit szerintem nektek is érdemes így egy, 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 ilyen, egy ilyen drága terméket megalkotni, mert... Öm, egy drága termék mellett mennyivel olcsóbban had most már innentől kezdve bármi, tehát hogyha már nem 250 a szolgáltatás díja, hanem csak 30 ezer forint, vagy 100 ezer forint, akkor az már egy sokkal jutányosabb ajánlatnak tűnik. Ami most így változtatás volt az árakban, az például az, hogy kivettük a havi csomagot, és ezért beraktuk helyette ezt a Lifetime-ot, és így van akkor a három csomag. Úgy éreztük, hogy aki hav, havi előfizetéssel csatlakozott, az azok általában nem voltak annyira eltökéltek. Ez persze nem igaz, mert hogy anno még így indult a klub, hogy szinte csak havi, meg éves előfizetés közül lehetett választani, és nagyon sokan vannak, akik például akkor becsatlakoztak, például Alexa is szerintem akkor csatlakozott be, lehet, hogy Kriszti is. Most már két éve van klub és azóta tagok nagyon sokan, vannak, akik tényleg ilyen 600 napja tagok, én, én nézek, mondom, Jézus Mária, mi van veletek? Úgyhogy nagyon-nagyon király az, hogy már így két év távlatából is a valaki a kezdetek kezdete óta amúgy így ö, hűséget szavazott ennek a szolgáltatásnak, és azóta is tőlünk tanul, úgyhogy nagyon nagy köszi ezért. Minden esetre azt is láttuk, hogy sokan például becsatlakoznak csak egy hónapra, és akkor egy hónap után ugye már ki is lépnek a klubból, ami hát nyilván egyrészt nekünk anyagilag se annyira jó, de itt mondjuk ezen túlmenve nem is ez a legfőbb szempont, hanem az, hogy itt például nem gondolom azt, hogy egy hónap alatt valaki meg fog tudni tanulni bármit abból, amit így a klub nyújt. Jó, persze egy-egy tananyagot meg tud bárki nézni, ezt én értem, de 35-öt biztos, hogy nem, vagy az nagyon-nagyon... Hát ez, ez elég elég erős hónap lenne számomra, hogyha 35 tananyagot meg kéne néznem egy hónap alatt, én azt gondolom, hogy nem lehet kielvezni a klub nyújtotta lehetőséget egy hónap alatt, és nem is lehet érdemben egy hónap alatt ugrásszerűeket ugrálni, ahhoz, hogy itt érdemben változást érjél el, és tényleg tanulni tudj, és fel tud tenni a kérdéseidet, és fel tud dolgozni a tananyagokat, és gyakorlatba is átültethesd, azokhoz minimum három hónap szerintem kell. Úgyhogy ezért is változtattuk meg ilyen mértékben az árazásunkat. Nem biztos, hogy mindenkinek ez lesz így a szíve vágya, mert tudom azt, hogy valakinek ez lehet, hogy, hogy, hogy drága, de ettől függetlenül, hogyha visszakanyarodunk az ártáblázatra, és hogyha ugye egy 10.000 fontos szolgáltatási díjon szolgáltatsz, akkor ott kijön, hogy kb. több ezer embernek kell összegyűlnie ahhoz, hogy mondjuk mondjuk ezer ember kell ahhoz, hogy 10 millió forintot megkeres, ami valljuk be Magyarországon 10 millió forint az már egy semmi, mert egy fototechnikát azt el lehet rá költeni simán, de még csak egy negyed lakást is alig kapsz már belőle, úgyhogy ahhoz, hogy egy értelmes, hosszú távon fenntartható szolgáltatást tudjunk biztosítani, sajnos nem tudunk 10 ezer forintért nagyon már szolgáltatást nyújtani. Na, hát az árazásról körülbelül ugye ennyit. Itt, ami még így szerintem mindenképp jó pofa, az a hónapra való lebontás. Itt ugyan három havi esetén egy összegben 29990 bekerül a szolgáltatás, éves előfizetés esetén, ahol pedig az előfizető kap két hónapot ajándékba, ott pedig akkor 99.990. Nyilván itt havi lebontásban azért egy lényegesen mutatósabb ár jön ki, úgyhogy ez így lett ezáltal prezentálva. Mutatok még egy nagyon. Tamás megcélozta az 50 milliót, ha csak 50 lenne az. De egyébként nem jársz messze a kitűzött céloknál. -tól. Ami még így marketing szempontból egyébként jó pofa szerintem, és egy újdonság az előzőekhez képest, és nem tudom, büszke vagyok magamra, mert én találtam ki. Én az árazást is nagyon szeretem, mert ez az árazási stratégia azáltal, hogy az eddigi árazásunknál nagyjából sláger termékként inkább a három havi az, ami, az amit így a, a tagok választottak, viszont most a pozícionálás következtében nagyon-nagyon jól mutat az éves, és amúgy az a helyzet, hogy sokan választják az évest. Úgyhogy eddig azért annyira őrült sokan nem választották, választották eddig is, de sokkal-sokkal komolyabbak lesznek most mondjuk azon csatlakozók számai, akik egy magasabb csomagot fognak megkötni, ezt már most tudom így garantálni, és ezzel az árazási stratégiával körülbelül szerintem duplájára fogjuk tudni növelni az eddigi eredményeinket, és én azért gondolom azt, hogy például az árazás egy, egy, egy nagyon gyorsan megtérülő dolog, és hát például ott van az a Weizernek ugye egy napos szeminárium, ahol rengeteget lehet tanulni, mert tényleg egyetlen egy módosítással akár többszörösére tudod növelni a bevételedet, hát is nálunk az előző kampány eredményese volt annyira alacsony, szóval nyilván amikor, amikor egy magas számot kell megduplázni, az egyre, nem, mert Milánnal beszélgettünk stream előtt, hogy hát mondom, vannak ketten a stream, azon nem sok, aztán lettetek négyen, azt mondja, már meg is duplázódott. Ja, hát mondom, amikor egyből kell kett kettőt csinálni, akkor az annyira nem bonyolult, vagy kettőből négyet az oké, okay. de amikor viszonylag magas számokat kell duplázni, akkor az egyre nehézkesebbé válik, ugye? De erre abszolút lehetőség van, csak jól kell tudni árazni és marketingelni. Na és mi az a plusz újdonság, ami eddig nem volt még itt az ártáblázatnál, és én beleraktam és örülök neki, az, az pedig egyébként az, hogy abban az esetben, hogyha rákattint ide a felhasználó, akkor bekérjük tőle a keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát. Itt régen nem volt telefonszám bekérés, sőt az előző kampánynál már ugyan az utolsó napokban ezt a marketing stratégiát bevetettük, Ettől függetlenül csak pár napunk volt tesztelni, úgyhogy most ez egy komolyabb teszt. És az a különbség, például itt nem kérünk már be telefonszámot, csak az éves, illetve a lifetime csomag esetén. Úgy voltam vele, hogy aki komolyan gondolja ezt a szolgáltatást, hogy egy évre becsatlakozik a klubba, vagy esetleg megvenni a lifetime csomagomat, az azért szerintem szívesen megadja a számát, vagy ha nem, akkor nem biztos, hogy ő annyira komolyan gondolja ezt az előfizetést. Úgyhogy míg a három havinál nem kérünk telefonszámot be, addig mondjuk az éves csomag esetében igen. Ennek nincs olyan nagy jelentősége, mindössze annyi, hogy esetlegesen el tudjam azon felhasználókat érteni, akiknél látom azt, hogy egy komolyabb csomag megkötését tervezgetik. Most abban az esetben, hogyha itt valaki rámegy erre, hogy szeretné ezt az adott mondjuk éves szolgáltatást megrendelni, akkor még talál egy összefoglaló weboldalt, hogy mi az, amit kapni fogsz, illetve illetve akkor így a lemondási feltételek, ami amúgy bármikor lemondható, hűségnyilatkozat nélkül, hogyha nem szeretné már valaki foglal, nem szeretné már ezt a szolgáltatást folytatni. Egyébként nyilván van egy kis, kis push abba az irányba, hogy amúgy mi lenne a nem évest kötni, hanem lifetime csomagot, tehát ez egy ilyen kis szekció, a további menetelére az ügyfélnek, hogy esetleg ne, ne ezt válaszolni, egy nagyobb csomagot, de hát ez, ez azért mindegy, ez ilyen kis plusz, és ami, ami még technikailag jó pofa szerintem ebbe az egészbe, az az, hogy mivel egy lépéssel korábban az ügyfél megadta a telefonszámát, e-mail címét és keresztnevét, így azon túl, hogy a következő lépcsőfokban megadja még a vezetéknevét, és bepipálja mondjuk azt, hogy elfogadja a vásárlási feltételeket, amiben ugye ezen a szekcióban felhívom a figyelmeteket arra, hogy ez amúgy egy ismétlődő fizetés, ne felejtsétek el lemondani, hogy nem szeretnétek már folytatni, és ezt egy elfogadással, ha konfirmáljátok, és tovább mentek a fizetéshez, mondjuk a fizetési mód kiválasztását követően, akkor, akkor már a fizetést követően tagok is tudtok lenni. Ez azért nagyon jó ez a rendszer, itt még van egy gyakori kérdésekrész, azért nagyon izgalmas szerintem ez a rendszer, mert nagyon-nagyon minimális adatot kell megadni ahhoz az ügyfélnek, hogy klubtaggá válhasson, és mondjuk régen ez, ez, a, ez, az űrlap se így nézett ki, mert hogyha például valaki számlázási címet módosítana, akkor arra is van lehetőség, hogyha ezt a pipát kiszedi, akkor például ide be tudja már írni a cégnevét, hogyha adószámmal rendelkezik, mert nyilván céges formában űzi már a fotózást, és el szeretné ezt számolni, hisz 27%-os áfával állítjuk ki -e a szolgáltatásainkról szóló számlát, így ezt meg tudja tenni, vissza tudja igényelni az áfa értékét is, ami azért 100 ezer forint esetén már nem annyira elenyésző, sőt, az 21 ezer, itt írja a rendszerünk is, akkor tudja változtatni a számlázási adatokat. Na de standard állapot szerint nagyon sokan mondjuk magánszemélyként csatlakoznak, és ebbe az esetben egyszerűsítettünk ezen a folyamaton is, hogy ne kelljen beadni külön számlázási címeket és külön mondjuk személyes adatokat, hanem minimális adatok megadását követően már is bárki klubtaggá tud válni. Ez azért nagyon izgalmas amúgy mert minden egyes rublika konverziót fog rontani. Hogyha én bekérem még a lánykori nevedet, meg a születési dátumodat, meg a macskád nevét, akkor azokat már nem biztos, hogy meg fogod adni, és ezáltal a konverzió is lényegesen romlani fog. Ami még így, hogy, hogy így egy lehetőség, hogy amúgy a telefonszám opcionális, tehát azt se kötelező megadni, mivel nem küldünk fizikai terméket, így így, így, így csak azért szoktuk bekérni a telefonszámot, hogy a gls fel oda tudjon küldeni egy SMS-t, hogy mikor viszi a csomagot. Nyilván klubnál ez annyira nem fontos, úgyhogy valaki, ha megadja valaki ezt a három alapadatát, az e-mailt, keresztnevet, vezetéknevet, akkor végül is egy kattintás után már is a fizetési felületre kerül és klubtaggá tud válni. Szóval szerintem a folyamat izgalmas, jó, én innovatívnak is mondanám, legalábbis a mi cégünkhöz képest tök sok fejlesztés lett berakva, úgyhogy szerintem ez egy tök, tök szuper. Tök szuper dolog, és ami még amúgy így kicsit ilyen büszkeséggel tölt el, az az, hogy van bitcoin, illetve ethereum fizetési lehetőség, tehát valaki, aki, aki szeretne, és van a kriptovalutái, azok amúgy bitcoinnal, illetve ethereummal is tudnak fizetni, vagy esetleg hát más kriptovalutát is el tudunk fogadni, ez már részletkérdés, szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogja választani ezt a lehetőséget senki, vagy nagyon kevesen egy-két ember, aki szerintem szeretné a klubtagságát mondjuk kriptopénzzel fizetni, ettől függetlenül én így egészen képben vagyok most már a kriptopiacsal, vannak befektetéseim, amiket szeretnék hát, többszörözni, megnövelni, ezáltal én nekem tök jó, hogyha oda érkezik be a pénz, és hát azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon kevés azon cégek száma, akik bitcoint elfogadnak, és mi nem leszünk egy Elon Musk, akik bejelentik, hogy a Tesla elfogadja a bitcoint, azt egy hét múlva kitalálom, hogy ja mégsem, mert rájövök közben, hogy amúgy környezet károsító hatása van, Miért biztos az akkumulátor gyártásnak egyébként nincsen, és ezt biztos nem is tudja Mask. Szóval, egy abszolút, mindegy a most volt ilyen manipulációk, teljesen tudatosan, én ezt így gondolom és látom. Minden esetre, mi nem fogjuk bejelenteni egy hét múlva, hogy mégse. Szóval ez egy jó pofaság. Illetve még amúgy ezt ez, ez, is szeretem, ezt a szekciót, ez is új a weboldalunkon, mert amúgy én a Lifetime csomagot nem Lifetime csomagként akartuk elnevezni, egy Ultimate keresztapa ajánlatként akartuk amúgy elnevezni, csak hát ez az Ultimate keresztapa ajánlat azon kívül, hogy így vicces, meg jó pofa és jó hangzik, azon kívül is sok ember számára sokat nem mondana, hogy ez mit is jelenthet a gyakorlatban. Így hát inkább lett lifetime csomag, ami adja magát a névből adódóan. És akkor itt egy kicsit kifejtjük, hogy mit is tud ez a lifetime csomag, vagy alias ultimate keresztapa ajánlat. Egyébként itt meglévő klubtagoknak esetleg egy alternatíva lehet az upgrade, hogy felfejleszték a csomagukat, nyitott vagyok akár még, még, még különböző dílekre is, tehát aki mondjuk már meglévő klubtag, akár egy, 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 plusz, egy valamekkora plusz összeggel így kiegészítve azt a különbözetet, amit jelent mondjuk a, a szolgáltatása. Én, én amúgy hajlandó vagyok, tehát aki mondjuk már egy éve klubtag és kifizetett mondjuk 120 ezer forintot mondjuk ez idő alatt, akkor én a különbözet kifizetésével ezt a szolgáltatást akár fel is tudom ajánlani, Szerintem ez így nagyon korrekt, és nem érint ugye senkit se, mondjuk lehet, hogy aki már két éve klubtag, az, az most így kicsit nem jó szájízzel tekint erre az ajánlatra, mert azt mondja, hogy ő már ú, kifizettem mondjuk 240 ezer forintot, és még itt meg 250 ér megkaphattam volna ezt, én ebbe az esetben amúgy szívesen felajánlom azt, hogy akkor fizesse ki a különbözetet és megkapja, hát akkor mondjuk 10 ezer forintért elég jó a jár, valószínűleg megköti az, aki így dönt, de hogy én, én szeretném honorálni azt, hogy nagyon régóta tagok vagytok, így hát szerintem ez egy, egy jó felajánlás, és, és, nagyon szívesen oda is adom egyébként. Nem biztos, hogy nekem ez üzletileg most jó megérte, kicsit át kéne gondolnom, de ettől függetlenül állom a szavam, aki most így ö, meglévő klubtag, és szeretné a csomagját upgrade akkor a különbözet kifizetésével amúgy ezt meg tudja tenni, szerintem nagyon-nagyon jó ajánlatot kap, de ezt már döntsétek el akkor ti. Azt így a Milán, hogy túl jó fej vagyok, nem baj, ez legyen a vesztem, Flick meg így, hogy Tamás Mask. nem akarok annyira gazdag lenni, mint a Mask, de azért szeretnék egy kicsit jobban gazdag lenni, mint amennyire most vagyok. Aztán, és azt mondja, tényleg berakta a kriptót. Én mondtam a Milánnak, hogy lesz kriptofizetés. És akkor amit én még szerettem volna egyébként ebbe a mai adásba így nektek bemutatni, az pedig amúgy így a klubnak a belső felülete, amit részben meg tudtok nézni egyébként ugye hát a weboldalon, ez, erről már az előbb itt szó volt, hogy van egy videó fent, ahol már meg tudjátok nézni, hogy mit is, hát hogy hogyan is néz ki a klubnak a belső felülete, de hogy szeretném, hogyha esetleg így közösen is betekinthetnénk, és megnézhetnénk ezt az egészet. Na, egy pillanat, csak itt közben megpróbálok bejelentkezni. És akkor már is mutatom, hogy hogyan néz ki a belső felületünk. Na, hát egy kicsit rakoncátlankodik az oldal. Én azt hiszem észre, hogy most valami, valami lassulás van jelen de remélem, hogy ez csak egy nagyon-nagyon időszakos fél percig jelenlévő dolog, és hamarosan már betöltődik, itt csak itt valami, valami homokórázgatás van, nem tudom, hogy gépemmel van -e a baj, vagy mivel. De nagyon, nagyon örülnék, hogyha itt így, 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 bejátszanám ezt, hogy nézzük meg közösen a felületet, ezt meg se tudnám mutatni, de még, az is lehet, hogy ez, hogy ez így fog alakulni. Amúgy az elmúlt időszakban az elmúlt jó pár évben amúgy nagyon sok pénzt költöttem arra, hogy különböző szerverekre költöztettem mindig a weblapot, és hát mivel most már azért így egyre több a taglétszám, egyre több a tartalom, így nagyon-nagyon fontossá vált az, hogy mondjuk milyen is a, az a szerver, ahol fent vagyunk, és hát igen, sok felhasználó azt eredményezi egy idő után, hogy csak lassulni fog a szolgáltatás, és hát nyilván így a WordPress is azért nem a leg gyorsabb webmotorok egyike, hisz nyilván rengeteg, minél több mondjuk a plugined, meg minden egyéb kiegészítő szoftvered annál lassabbá tud válni ez az egész, és hát ezáltal nagyon fontos az, hogy így a szervernek a gyorsaságával is így fel tudjátok venni így a, így a versenyt, hogy tartani tudjátok a lépést, úgyhogy mi most ez alatt a három hónapos ciklus alatt például megint egy újabb szerverre váltottunk, ez már egy VPN szerver, hogyha valakinek mond ez a fogalom bármit, a lényeg az, hogy ez már kevésbé egy ilyen osztott c-panel tárhelyes megoldás, amit így általában egy magánszemély vagy egy kisebb cég magának választ, ez, ez egy sokkal erősebb szolgáltatás, sokkal komolyabb szervert, jelent, ezáltal ha működik épp a weboldal, akkor jellemzően gyorsabb, mint eddig valaha. Ugyanakkor azt is tudom, hogy de, de, de szuper, amúgy így egy Flick, hogy izé biztos most veszik meg, ez csak azért idegesítő, mert igen, egyébként most vehetnék meg a szolgáltatást itt mások, mert hogy ment erről levél is, és most egy kicsit így bánt, hogy, hogy most itt homokórázgatás van, mert ez nem tudom, hogy csak nálam van-e jelen, vagy másoknál is, minden esetre minden esetre most nem annyira azt akarja, amit én akarok. Megpróbálok még valamit, egy másik böngészőt esetleg, mert lehet, hogy ez az egyik fő probléma. Na. Jobb, jobb, jobb talán a situ. minden esetre mutatom, ami, ami most így jelen van. Itt egyébként meg, megújítottuk ezt a bejelentkező oldalt, amin keresztül amúgy a felhasználó ki tudja választani, hogy melyik szekcióból szeretné éppen tanulni ugye klubtananyagokat szeretné megtanulni, vagy éppen azon külsős tananyagokat amiket már esetleg megvásárolt ilyen egyszeri licenz keretén belül és nézzük meg, hogyha most ide rámegyek akkor azért hogyan fog ez működni. Na ez itt egész korrekt, itt a, a, az inkognitó ablakban nyitottam meg, és ott valahogy homokórázik itt nekem folyamatosan. Na, hogyha rámegy valaki a klubtananyagokra, akkor pedig ott eléri az adott leckéket. Itt designban teljes mértékben megváltozott ahhoz képest, amit mondjuk a jelenlegi videón láthattok. És akkor egyébként közben itt írja Schulz Peti, hogy nálam jól működik, fizetésig el lehet jutni gond nélkül, szóval meg lesz az 50 millió. Na, már csak azt kell Peti hogy te is gyere, bár most nem azt tudom, hogy most klubtag vagy-e, vagy sem, mert amúgy te is jössz, mész, mint, a, mint az évszakok. <laughs> Úgyhogy nyilván, nyilván a klubrendszer az azért olyan, hogy hogy egyébként folyamatosan azért vannak lemorzsolódások, és folyamatosan vannak új tagok is, meg hát azért vannak, vannak, vannak stabil bástyák, akik ott vannak nagyon-nagyon régóta. Kérdezi most egyébként itt Peti, hogy miért van ez az ő, ő nevű Tamás. Itt tesztelgettem egyébként ilyen, ilyen hosszú, magánhangzókat, hogy jól jeleníti meg a weboldal és akkor átírtam az előtt azért szerepelt ilyen hülyén, de az ott nyilván normál felhasználnak nem így fog megjelenni. Szóval hát megújítottuk ezt az egész belső felületet, ami változtatva lett rajta, hogy így ezek a blokkok lényegesen rövidebb és kisebbé váltak, mint, mint, mint a, az eddigi verzióhoz képest, és ami fontos volt, hogy megtartsuk ezeket a úgymond process mutatok akkor erre így majd a gyakorlatban egy példát, minden esetre itt vannak a tananyagok, és lehet látni azt, hogy melyik tananyagokat Hány százalékban végeztünk el, és egy picit lejjebb scrollzunk, akkor egyébként vannak ajándék tananyagok is, amiket akkor tud valaki elérni, ha már egy bizonyos időszakon túlment, tehát hogyha 7 napja már valaki klubtag, akkor kapsz egy extra leckét, hogyha 35 napja klubtag vagy, akkor megint kapsz egy extra leckét, és valószínűleg az extra leckék száma idővel majd bővülni fog, úgyhogy ezek még amúgy a meglévő szolgáltatáson ilyen plusz apróságok, amik szerintem jó és akkor, hogyha ide leszkrollozunk, akkor itt pedig megtalálhatjátok a különböző mesterkurzusokat, mokápok -ok formájában is szemléltetve. Illetve akkor itt van a két magazin, és még egy ilyen kis apróság, hogy akkor itt tudsz csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz, itt tudod megnézni azt a klubkártyát, azzal a kilenc elfogadó helyjel, ami amit biztosít a klub, illetve havonta van lehetőség hogy a telefonos konzultációra részt venni, akkor itt tudsz majd időpontot foglalni, és van egy ilyen szakértői lista is, amit egy ajándékba adok. Hát ez azt tudja, hogy összeszedtem sminkeseket, fodrászokat, modelleket, webdesignereket, grafikusokat, kiadványszerkesztőket, nyomdászokat, marketingeseket, egy csomó különböző szakembert, hogyha Bármelyikre éppen szükséged van, akkor őket én nagyon jó szívvel ajánlom, és akkor nem kell keresgetned az interneten, és így nem tudom, hogy luftra fut, futni, hanem akkor egy ilyen biztosabb kezekből tudsz esetleg tanulni, vagy, vagy éppen szolgáltatást felvenni. Na, és ö, most ide közben benyitottam mondjuk Sramandrásnak az egyik kurzusát, vagy hát jelenleg egyetlen kurzusát mondjuk a klubban ami ugye a portréfotózásról szól, és így néz ki egy kurzus oldal, itt meg tudjátok nézni azt, hogy milyen hosszú az adott kurzus, illetve van-e hozzá oklevél, avagy sem, illetve hogy milyen tananyagokból áll, milyen fejezetekből áll, ez most 11 fejezetből áll, és hogyha mondjuk rámegyünk a, az egyikre, akkor pedig meg lehet azt nézni, hogy milyen is a belső felülete ennek az egésznek, itt akkor, hogyha valamelyik tananyagot éppen <coughs> már elvégeztük, akkor ezt ki tudjuk pipálni, és akkor a rendszer késznek fogja jeleníteni, tovább tudunk menni, előre tudunk menni, és akkor itt szerintem nagyon esztétikusan, átláthatóan, könnyen fogyaszthatóan lehet tanulni, ezt akár be is lehet zárni, és akkor még inkább, meg hát nyilván a videót screenre lehet állítani, ezek Vimeon, lévő videók, úgyhogy a minősége is sokkal jobb, mint mondjuk, hogyha a YouTube-ot használnánk. Szerintem a Vimeo szuper. És ami még esetleg fontos, hogy minden kurzus, minden mesterkurzushoz jár egyébként egy oklevél, és most pont úgymond nem egy, nem egy nagyon jó kurzus nyitottam be a szemléltetés szempontjából, mert hogy ehhez a kurzushoz, ehhez a mesterkurzushoz, mivel még csak most került be egy hónapja, így nincsen még sajnos kvízünk, de szinte már az összes többi kurzust, azt kiegészítettük egyébként kvízekkel is, úgyhogy szeretnénk amúgy azt, hogy ne csak, tan ne csak mozizzatok és megnézegessétek a videókat, hanem szeretnénk azt is, hogy megcsináljátok azokat gyakorlatban, és ténylegesen akár tesztelhessétek a tudásotokat különböző kvízek segítségével, ezáltal az elmúlt három hónapban nem csak a backend-en, nem csak az új tananyagokon dolgoztunk, hanem azon is, hogy mindegyik kurzushoz hozzátársítottunk egy-egy kvízt, azért elég sok idő megírni egy ilyen kvízt, most már a mesterkurzusok ilyen 90%-ához amúgy van kvíz, és lesz a többihez is, csak mivel folyamatosan így jönnek az újak és újak, ezáltal nyilván ezeknek még kell egy nagyon kis idő, hogy meg tudjuk őket csinálni, de a régi, régi mesterkurz vagy régebbi mesterkurzusoknál már mindegyiknél elérhető kvíz is. Itt van például a Weizernek akkor egy tananyaga, Elég soknál van amúgy ilyen promó videó, amiben egy bele tudtok nézni, kis csináló. hogyha nem akartok most egy 5 órás tananyagot megnézni, akkor így kicsit a kedveteket azért mégis meghozza egy ilyen kis bevezető, hogy mit is fogsz tanulni, kitől fogsz tanulni, illetve azért milyen minőségben fogsz tanulni, és mindegyik kurzusnál amúgy itt feltüntettem azt, hogy akkor ez hány órás, van-e hozzá oklevél, illetve van-e hozzá mondjuk felmérő kvíz, itt ugye láthatjátok, hogy a Weiser kurzusánál van, ez egy brutál hosszú tananyag, rengeteg fejezetből, itt tök jó visszajelzések is vannak, amik ugyan nem publikusak, de például itt írja akkor Bence, hogy eszméletlenül hasznos volt, köszinektek, és uh, írja talán pont Csapocska Feri szerintem, mert hogy, uh, mert hogy Feri ugye, mint említettem, klubtag, ő írja, hogy egyszer-kétszer ledobta az agyam a láncot, alig várom, hogy alkalmazzam a technikákat köszi. ezek amúgy nem nyilvános uh, visszajelzések, ettől függetlenül így a klubtagok láthatják, és uh, Megírhatják a kurzusok kapcsán a véleményüket. Szerencsére így eddig még csak jók jöttek. Ettől függetlenül nyilván elfogadjuk a, a negatív kritikát is, hisz abból tanulunk, úgy tudunk fejleszteni, fejlődni. Minden esetre köszönünk egyébként minden visszajelzést. És akkor például a quiz-t a ebbe az esetbe, hogyha rámegyek, hogy el szeretném indítani, akkor itt van egy, itt egy 25 kérdésből álló quiz most teljesen mindegy, hogy most nem akarom megoldani így a kvíz veletek közösen, mert az szerintem csomó időt venne el, de ettől függetlenül így néz ki egy adott kvíz. Szerintem kifejezetten szép és jól mutat, és abban az esetben, hogyha százszázalékosra viszitek végig az adott tanfolyamot, beleértve azt a kvízt is, akkor pedig a végén fogtok kapni majd amúgy egy oklevelet is. Ezzel válik úgymond teljessé akkor ez az oktatás. Úgyhogy szépen végig tudtok menni az adott kérdéseken, meg tudjátok válaszolni. Amúgy időlimit is van, ez szerintem jó pofa, hogy ne csak így elindítsd és random válaszgass, hanem van egy jellemzően 20 perces időlimit beállítva. Újra lehet nyilván kezdeni a quizzt, hogyha esetleg nem sikerülne, de van benne egy olyan nehezítés, hogy a válaszok random érkeznek, tehát hiába jegyzed meg azt, hogy na, itt valamit elrontottam enni, és nem ez volt, mert itt, itt random generálódnak ugye a variációk a válasz tekintetében, úgyhogy ez is így nehezíti a kvíznek a megoldását. Ezek extra jó dolgok, itt amit még esetleg megmutathatok, és szerintem még jobb, egyrészt itt a Weizernél is van oklevél, mivel én most ezt nem, végeztem el ezt a kurzust, ugye 5 on állok, így ezáltal oklevelem ok sincs, de itt még egyébként vannak ilyen anyagok, amik letölthetőek sok esetben, hogyha olyan az adott, adott téma, és akkor itt van például Göbjös Petinek akkor egy mesterkurzusa, ami általam el van végezve, itt is láthatunk kvízt egyébként, oklevelet, illetve a tananyag hosszát, különböző fejezeteket, itt is vannak egyébként kommentek, bizon benne, hogy jók. <laughs> és, és akkor még azt akartam megmutatni, hogy ha elvégzel egy tananyagot, akkor kapsz ugye egy ilyen kis quiz is. Amúgy, ha megnézitek, brutálisan töltik be, viszont ez egy Google, Google link lenne, ja nem, de mindegy, itt valami valami most nem oké, vagy a, lehet, hogy a netem, mert itt amúgy nagyon-nagyon lassú a net, mert az a baj, hogy az Andrási nem nagyon tudták kiépíteni a gyors internetet, és biztos a, a streameléssel egybekötött webböngészéssel éppen a kedvence, minden esetre, ha betöltődik végre ez az oklevél, akkor meg fogom nektek mutatni, hogy az is jár, le tudjátok tölteni, és hát Ugyanennek az oklevélnek inkább csak ilyen eszmei értéke van, ettől függetlenül szerintem jó gesztus, jó pofa, úgyhogy kis ajándék pluszba. Na hát amúgy ez az, amivel az elmúlt hónapban mi gőzerőkkel így dolgoztunk, szerintem azért nem kevés újdonság lett így belerakva, úgyhogy Bízom benne, hogy meglévő tagként, amúgy értékelitek ezt, és látjátok a változtatásokat és a fejlődéseket, és új belépőként pedig akkor már ezzel a szuper megújult felülettel fogtok találkozni, ami remélhetőleg nem, nem ilyen lassan fog működni, ha mégis, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy, hogy ezen változtassunk, és hát nyilván ezért számítunk így a visszajelzéseitekre is. És akkor írja Feri, hogy ne hallogassatok, nem tudom most a halogatás már pontosan mire értette, mert azóta már egy kicsit el elmentünk onnan. Mm. És akkor írja Feri, hogy van extra a külföldi, szívesen havi összegben fizető tagoknak is. Hát ez egy remek kérdés, itt nem tudom, az a, az a díj, hogy, hogy havonta tudsz még fizetni, mert ugye ugye igen, itt írja közben itt Viktor, hogy épp mondani akartam, hogy nálam is 503-as hibát dobott az oldal, biztos sokan rárohantak, hát úgy legyen, hogy meglátjuk egyébként a stream után. Na mindegy, nagyjából ez volt ez a mai adás, így szerintem egész jól sikerült bemutatnom azt, hogy így mi is a szolgáltatás, illetve az, hogy úgy nagyjából mit is tudok nektek nyújtani ezen kereten belül. Remélem, hogy meghoztam azért így a kedveteket. Hát jövő héten találkozunk még, és jövő hét szerdáig, éjfélig lehet akkor ezt a jelentkezést megtenni a klubba, ezekkel a feltételekkel, és hát a jövő heti adás lesz egyébként az, ami így a nyáron már az utolsó lesz, és amúgy szeretném azt is, hogy változtassunk így a streamnek az ütemezésén. Egyrészt szeretném, hogyha nem heti rendszerességgel lennének a streamek, most így nyilván a nyár szempontjából van egy ilyen kis leülés, ez a csoportban is látom, például a képfeltöltések számán, hisz szerintem ezt ti is látjátok, hogy azért pár héttel vagy egy-két hónappal korábban jó pár, nagyon sok kép készült és feltöltődött egy-egy témában, most azért eléggé szépen stagnálgat itt a pár feltöltéstel, annak ellenére, hogy 2000-en vagyunk egyébként ebbe a csoportba, úgyhogy én én továbbra is azt látom, hogy hát azért a nyár az elég rányomja így a bélyegét, így akár a képfeltöltési, úgymond játékra is, úgyhogy nem is akartam most így kép értékelésbe belemenni, mert most itt 3-4 képet értékelgetni szerintem nem olyan nagy buli, és hát amit elkezdtem, hogy szeretnék így a stream ütemezésén némileg változtatni, úgyhogy a nyári szünet visszajövetele után nagy valószínűséggel a stream az már csak két hetente fog jelentkezni, akkor próbálok kicsit, tehát jobban akár úgymond így felkészülni, hogy, hogy olyan témákat hozzak elő nektek, amik így, így, tényleg izgalmasak. Azt is érezzem, meg éreztem egy párszor is a streamek alkalmával, hogyha, hogyha nincs téma, meg nincs úgy kellő közönség, akkor azért így elég lapos is tud lenni egy-egy adás, de hogyha van jó téma, és van közönség, vagytok elegen, akkor viszont tök jó dolgok tudnak ebből kisülni. Szerintem, hogyha nem heti rendszerességgel, hanem kétheti rendszerességgel lennének ezek az adások, akkor ezt a létszám növekedés szerintem elősegíthetné, hisz egyfajta plusz exkluzivitással társulna, amikor nyilván minden nap látsz valakit, vagy minden héten van lehetőséged kérdezni tőle, vagy valami, akkor már nem olyan izgi kérdezni, mint hogyha mondjuk csak limitáltabb lehetőségben tudod ezt megtenni, úgyhogy szeretném egy kicsit ezt az exkluzivitást úgymond fokozni azzal, hogy nem lesz minden héten stream, és hogy, 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 viszont adjak valami pluszt is, ne csak úgymond elvegyek, így én, én, módosítottam ugye ezt a stream kezdést az eddigi 10 óra helyett 9 órára, mert nekem bevallom sokkal kéményelmesebb a napom szempontjából, hogy 9-11-ig nagyjából stream, és utána még előttem az egész nap, és bármit tudok csinálni. Nem akartam délután streamelni pont ennek okán, hogy ne vegye el esetleg a délutánomat, az estémet, amit inkább a családommal töltenék, vagy ilyesmi, de nyitott vagyok arra, hogy két hetente egyszer, akkor ne délelőtti időpontokban jelentkezzek nektek, hanem inkább délután, úgyhogy be fogom lőni, szerintem ezt a 6-tól 8-ig tartó időintervallumot, ami már mindenki számára szerintem olyan, hogy hazaér a munkából, és hogyha szeretne, akkor be tud csatlakozni. Úgyhogy szeptembertől két hetente hat órai kezdéssel foglak benneteket várni, de hát ez még egy picit, picit odébb lesz. És akkor nézem itt közben, hogy még miket írtatok. Írja Milán, hogy tegnap este néztem a Mester kurzust, és sokkal gyorsabban töltött be. Igen, tehát ez nem egy általános történet, hanem ez egy, hanem ez egy olyan sztori, hogy most így ment ki hírlevél, szerintem sokan rácuppantak az oldalra, aztán ennek okán lehet, hogy van egy lassulás, vagy lehet éppen a szerver oldalon van valami karbantartás, most ezt nyilván nem fogom megfejteni instant, és akkor Feri írja közben, hogy viccet félretéve, nagyon magas minőségű szolgáltatás, nagyon elégedett vagyok, köszönöm a lehetőséget, hogy van egy ilyen online tanulási platform. Hát ez kifejezetten jól esik Feritől, főleg, hogy ő Németországban él, és azért szerintem a szolgáltatások minőségéről biztos tudna Egymást beszélni, úgyhogy örülök, hogy ilyen nyugatias szolgáltatást tudok nyújtani számotokra. Mm. Én tölteném fel, de sajnos nem dubbrög a biznisz, nem értem, hogy most, hogy mit a pontosan fel, de egyébként ha már így feltöltés, akkor amúgy egy olyan plusszal is rendelkezik hogy a klubnak a felülete, hogy azon túl, hogy kaptok okleveleket, ok meg ki tudtok tölteni kvízeket, annak kifejezetten olyan leckék, ahová fel tudtok tölteni saját munkákat, például a portré retusálás kapcsán van ugye kurzusunk, ahol le tudtok tölteni mintaképeket, meg tudjátok valósítani a kurzus alapján, és aztán azt a felületen keresztül fel is tudjátok tölteni, amiről én értesítést kapok, és írásban el tudom mondani a képetekről azt, hogy mi jó benne, vagy éppen mi nem jó benne, így nem csak tényleg mozizgatás van, hanem szeretném azt, hogy ez gyakorlattal összekötött online fotóoktatás lehessen, ahol értékes visszajelzéseket kaptok, és meg tudjátok mutatni a munkáitokat. Na hát köszönöm szépen akkor a figyelmeteket, jövő héten szerdán 9-től találkozunk, és hát hogyha addig nem lettetek volna még tagok, akkor most csatlakozzatok. Köszönök nektek mindent, és akkor találkozunk jövő héten. Este megnézzétek a meccset! Sziasztok!